Kedves nézőink! Kellemes szép napot kívánva üdvözlöm Önöket! E heti magazin műsorunkban többek közt tájékoztatunk arról, hogyan és milyen feltételekkel juthatnak kölcsönhöz az ifjú házasok. Ellátogatunk a Jókai Színházba és egy látványos fotókiállításra is. Kérem, tartsanak velünk az elkövetkező fél órában! Azoknak, akik Komáromban szeretnék magukat beoltatni a COVID-19 elleni védőoltással, már nem szükséges az egészségügyi szaktárca internetes felületén regisztrálniuk. Sőt, az országban elsőként a Komáromi Kórház rendszere nyújt arra lehetőséget, hogy az oltást igénylő saját maga válassza ki a beadás időpontját. Az érdeklődők azonnal a saját oltóközpontunkba jelentkezhetnek be, kiválaszthatják a konkrét napot és időpontot. Ha valaki például csütörtöki napon jönne, akkor kiválasztja a napot, láthatja, mikor vannak szabad időpontok. Legyen mondjuk 8:30, ráklikkel bejelentkezik és megkapja az oltást akkor. A rendszer már az első napokban szabad időpontok százait kínálta a központi rendszer lehetőségein túl. Az időpontok száma ennek ellenére fokozatosan növekedett, jelenleg akár napi 700 időpont is szabad közvetlenül itt a komáromi rendszerben. Azok, akik az Egészségügyi Minisztérium központi rendszerében regisztrálnak, szintén érvényes jelentkezéssel bírnak. Az nem lehet életszerű, hogy az emberek bejönnek az utcáról az oltásra, és hirtelen nem lesz elegendő a személyzet. Így viszont, ha 400 ember jelentkezik be egy nap mondjuk, ahhoz rendeljük hozzá adekvát módon a személyzet létszámát. Két hirdetményt teszünk közzé az Építők utcájában és az Őrsújfalu városrészben működő posta működésével kapcsolatban. Az Építők utcájában lévő posta július 19-e és 23-a között, valamint augusztus 9-e és 13-a között zárva tart. A bezárás oka az, hogy az alkalmazottak a nyári szabadságaikat merítik. A szolgáltatásokat ez idő alatt a Vásárcsarnok közelében található Damjanich utcai központi posta látja el. Ha információra van szükségük, ne habozzanak hívni a 035 642 1143-as vagy a 0904 386 643-as telefonszámok bármelyikét. Továbbá arról is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szlovák Posta kilátásba helyezte az Őrsújfalu városrészben működő postahivatal megszüntetését. Ennek a postának a szolgáltatásait egyébként a Szentpál pusztai és a Cserhát pusztai lakosok is igénybe veszik. A lépést a lakossági petíciós ív és az önkormányzat tiltakozása ellenére is megteszik. Abból a hivatalos levélből idézünk, melyet Komárom város polgármestere június 18-án kapott kézhez. Az elnökség nevében Martin Lupták, a vezérigazgató ekép fogalmaz. A komáromi 5-ös számú posta, amely Őrsújfaluban működik, az egyik legalacsonyabb látogatottsággal bíró postahivatal az országban. Arról, hogy a szolgáltatásokat igen kevesen veszik igénybe, statisztikai adatok nyilatkoznak, melyeket a 2020-as levélforgalmi adatok alapján készítettünk. Egy alapos analízis után arra a döntésre jutottunk, hogy az őrsújfalui posta működése nem fenntartható, ezért kidolgoztunk egy tervezetet annak bezárására. A megszüntetés után a helyiek postai ügyeit a Damjanich utcai központi posta látja el, melyet a Vásárcsarnoknál találnak, de nem zár be az Építők utcájában működő fiókunk sem, és természetesen az úgynevezett öreg posta is várja ügyfeleit a Királypüspök utcában. Itt ér véget az idézet. A Damjanich utcában működő posta biztosítja majd a Szentpál pusztai, a Cserhát pusztai és az Őrsújfalui lakosok nyugdíjainak a kifizetését azokban az esetekben, ha a nyugdíjra jogosult házon kívül tartózkodott a kifizetés napján. Aki nem fizetett nyugdíjat a kedvezményezett jelzésére, a posta azon a napon kézbesíti ki, amikor az idős ember az otthonában tartózkodik. A nyugdíjazott kérésére továbbá a posta egy előre feltüntetett címre, akár postai utalvánnyal is elküldi az összeget. Arról, hogy az Őrsújfalui fiókintézmény megszüntetését követően hogyan zajlik majd a postai szolgáltatások menetrendje, a Komáromi Lapok a 13-as számában közöl írást, ez július 14-én szerdán jelent meg. Emellett Komárom város weboldala is tájékoztatást nyújt. A
Az ifjúházasokat az állam jutányos hitelekkel támogatja. Ingatlan vásárlása vagy felújításra egyaránt felhasználható a keret. Januártól ez a lehetőség még kedvezőbbé vált. A kamat hihetetlenül alacsony, mindössze 1%. A támogatásért az alapeljárásban olyan házasok folyamodhatnak, akik életkora a kérelem beadásának napján nem haladta meg a 35 évet. Ezt a feltételt mindkét házasfélnek teljesítenie kell abban az esetben, ha a kérelem beadásának napján legfeljebb 36 hónapja kötöttek házasságot. Magyarán az állami támogatású ingatlan hitelt a házasságkötést követő 3 éven belül meg kell igényelni. Az anyagi támogatást különféle célokra lehet felhasználni, például családi ház építésére vagy megvásárlására, lakás kiépítésére lakáscélú vagy többfunkciós épületben, vagy lakás megvásárlására lakáscélú vagy többfunkciós épületben. Ezek a lakások viszont olyanok lehetnek, amelyeket a kérelem beadásának napján már legalább 10 éve átadtak. Az így nyújtható támogatás összege, legyen szó akár ingatlan vásárlásról, vagy akár építkezésről, lakásról vagy házról, azonos. Legfeljebb 120 ezer eurós kölcsönben részesülhet a kérelmező, amelyet legfeljebb 40 éves törlesztési futamidővel 1%-os fix alapkamattal törleszt. Az állami támogatás határértéke átépítés esetén szintén fix, 30 ezer euró, és a kamat itt sem változik. A futamidő legfeljebb 20 év lehet ez esetben. Lakásépítés címszaván igényelhető forrás felújításra, amelynek a részét képezheti a teljes körű vezetékcsere is. Továbbá a fővezetékek tatarozását, a tisztálkodási blokk és a mellékhelyiségek teljes felújítását is lehetséges ebből a keretből fedezni. Egy ilyen kölcsön lehetőséget kínálhat a nyílászárók cseréjére, a falak és a padlózat javítására is, igény szerint elkészített konyhabútorra beépített konyhai segédeszközökkel, vagy más lakhatási szempontból fontos beépített elemek fedezésére is. Ha pedig a családban gyermekáldás köszönt be, az állam 2000 eurót elenged a hátralékból. Emellett az állam más célcsoportok részére is kedvezményes lehetőségeket kínál, ilyenek például az olyan házasok, akik még nem töltötték be a 35-öt egyenként. Ez esetben nem vizsgáljuk azt, hogy mikor köttetett a házasság. Továbbá olyan családok is kérhetnek támogatást, amelyekben a harmadik életévét be nem töltött saját, vagy az ötödik életévét be nem töltött örökbefogadott kisgyermek él. Ilyenkor nem feltétel, hogy az igénylés napján a kérelmező fiatalabb legyen a betöltött 35 événél. Emellett az állam azokat is támogatja, akik gyermekotthonból kénytelenek új életet kezdeni, de az árvákon túl azok támogatását is ki kell emelnem, akik súlyos egészségkárosodottsággal kénytelenek élni. Persze ez a támogatás a velük egy háztartásban élőket is érinti. Végezetül pedig itt van az egyedülálló szülőket támogató program abban az esetben, ha a gyermek még nem haladta meg a 15. életévét. És természetesen a családi házak hőszigetelésére vonatkozó lehetőség is sokak számára érdekes lehet. A támogatási lehetőségekkel kapcsolatban a városi hivatal nyújt bővebb felvilágosítást. Az állami lakáskezelési alap referenseit kell keresni. Dana Szabóvá minden bizonnyal készséggel tájékoztatja az érdeklődőket a 035 285 13 73-as telefonszámon. Az állami kedvezményes hitel kérelmeit minden évben szeptember 30-áig kell leadni az állami lakáskezelő alap részlegén, a Komáromi Városi Hivatalban. A szlovákiai magyar óvodákban, alap- és középiskolákban a Komáromi Központtal működő Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége már a tanév végén elérhetővé tette azokat az adatlapokat, amelyek kitöltésével nevelési, oktatási tankönyv és taneszköz támogatásban részesíti a magyar kormány azokat, akik magyar óvodát, alap- vagy középiskolát látogatnak. Az ösztöndíj egyszeri, 60 euró gyermekenként. Ugye támogatás, minden szülő felveszi, ha a gyermeke magyar iskolába jár, de én, mint szülő azt mondom, hogyha ezt a támogatást nem kapnám meg, akkor is a gyerekem magyar alkú iskolába járna, viszont én hálával gondolok az anyaországra, mert nem csak szavakkal, hanem tettekkel is kimutatja, hogy mi igenis összetartozunk.
Az adatlapok leadásának határideje szeptember 30-a. Az, aki később nyújtja be az igénylést, lemarad a támogatásról. Ugyanakkor azt a diákot sem támogatják a keretből, aki az elmúlt két tanévben 15 igazolatlan órát halmozott fel. Az egyetemisták is pályázhatnak. Nagy problémát jelentett a tavalyi évben az IBAN kód megadása, mert nagyon sok esetben régi számlaszámot írtak be a pályázatra jogosultak, és ezzel nagyon sok hiánypótló levelet kellett küldenünk, ami megnehezítette a munkánkat. A szülőföldön magyarul címet viselő támogatási keretre még a nyáron érdemes beküldeni az igénylést, mert ha az utolsó napokban torlódnak fel a feladatok, a koordinálást végző SMPS irodájában csúszhat a kifizetés. Az adatlap egyébként az smps.sk weboldalról is letölthető. Neves hazai és magyarországi szakemberek részvételével tartották meg a városunkban született, korának elismert orvosáról és egyetemi tanárról, Arányi Lajosról elnevezett orvosszakmai tudományos konferenciát. A Tiszti Pavilon dísztermében megtartott tanácskozáson a koronavírus járvánnyal kapcsolatos ismereteket és tapasztalatokat foglalták össze az előadók. A rendezvény a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság szervezésében és a Magyar Egészségügyi Társaság részvételével valósult meg. A Magyar Egészségügyi Társaság tulajdonképpen közel 30 éve alakult Andrássovszky Barna mosdósi főorvos úr nagy lelkes szervezésében. Ő egy Erdélyből bevándorolt magyar orvos volt, aki nagyon fontosnak érezte már akkor, a 80-as évektől kezdődően, amikor még javába dúlt a szocializmus és a régi rendszer, hogy a határon túli magyar szakemberek, egészségügyben dolgozók minél sűrűbben találkozhassanak, és szakmai kérdésekben eszmét cserélhessenek. A társaságnak az volt a fő célja, hogy a kárpát-medencei összmagyarságot sújtó népbetegségek leküzdésében minél frissebb adatokkal rendelkezzünk, amellett természetesen, hogy a hazafiságát is tudta ápolni mindenki ezeken a konferenciákon. A konferencián elsősorban a koronavírus járvány során szerzett tapasztalataikat és ismereteiket osztották meg a jelenlévők, de volt előadás az emberi örökítőanyagról és az oltás történetéről is. A program az mindig úgy van összeállítva, hogy valamilyen köré csoportosulnak a témák. Ugye látjuk, hogy ez sokszínűek ezek a témák, de vannak benne nagyon részletesek biokémiai témák, hiszen a Rácz professzor úr előadása ezzel foglalkozott. Jobban meg lehetett érteni, hogy működik az örökítő anyag, hogy tevékenykedik az emberi genom. A Magyar Egészségügyi Társaság rendszeres képzési fórumok, konferenciák, kongresszusok szervezésével segíti elő a közvetlen kapcsolatteremtést nem csak a magyarországi és a határon túli, de a világ bármely pontján élő és dolgozó magyar orvosok között. Legközelebb augusztus végén Magyarországon, Budapesten, az akadémiai székházban lesz egy magyar orvosok, egészségügyiek világtalálkozója, amit persze a trianoni évben szerettünk volna megtartani, de a járvány miatt eltolódott, és itt bíztattuk is a kollégákat, nem csak az itteni egészségügyi társaság tagjait, de minden orvost, aki érdekel ez, hogy regisztráljon erre a rendezvényre. Már gyűlnek az előadók Amerikából, Ausztráliából, Németországból, Európa sok országából személyesen is eljönnek előadásokat tartani. Ugyanezt a célt fogja szolgálni, hogy elmondhassa egy külföldön dolgozó ortopéd sebész, hogy ő milyen technikával végzi a csípőprotézist beültetést, de lesznek köztük biokémikusok, lesznek közt patológusok és gyakorló klinikusok is. A szervezők reményei szerint, ha minden jól alakul, jövőre már 8. alkalommal tartanak majd találkozót városunkban. Bízunk benne, hogy ez megvalósul, hiszen a szakmai tapasztalat cserére, a tenni akarók összefogására ebben a gondterhelt járványidőszakban igencsak nagy szükség van. A Komáromi Jókai Színházban tavaly évvégén kezdődtek Szigeti József, a Vébakancsos és fia a huszár próbái. A járványhelyzet azonban rögtön az elején megnehezítette az alkotók dolgát, a próba folyamat februárban megszakadt.
4 hónap után látott újra neki a társulat a próbáknak. Az eredményt július elején tekinthették meg először a színház bérletes nézői. A rendező Eperés Károly Kossuth és Jászai Mari díjas színművész és rendező mindvégig bízott abban, hogy a nézők elsősorban nem a világhálón, hanem amúgy igaziból a nézőtéren ülve tekinthetik meg a két kiszolgált baka vidáman komoly történetét. Egy népi komédia dell'arte. Tehát a romantikus színház és a komédia dell'arte-nak az ötvözete. Ez az előadás. Ezt élőbe kell nézni. Élő natúr, népzene, a magyar népi színjátszás legjava, ezt céloztuk meg, ünnep és nagy öröm. Sokat fognak könnyezni, sokat fognak röhögni az emberek, kacagni, nevetni, mosolyogni, ha jó Isten megsegít minket, sírni is. A darab főhőse Sugár Mihály, a napóleoni háborúkban kiszolgált baka, és fia a huszár, aki az 1848-as szabadságharcban veszíti el karját. Apa és fia két generáció, amely ugyanazt a modellhelyzetet éli meg. Komolyan véve a felettük álló hatalmat, háborúba mennek, testi épségüket, egészségüket sem kímélve, áldozatot hoznak a királyért, a hazáért, az otthon maradókért. Civil hétköznapi életükben azonban kisemmizettekké, földönfutóvá válnak éppen azok által, akik miatt az áldozatot meghozták. Leszerelt katona nagyon jól tudja, milyen a katona élet, és éppen ezért félti a fiát. Nem nagyon szeretné őt elengedni a háborúba, meg pláne. De hát a sors úgy hozza, ugye, hogy mégis a fiú elmegy katonának, mert a szerelem sötét verem. Elmegy katonának azért, hogy hozzáadják a falu egy egzisztenciálisan feljebb levő státuszú, végülis a kocsmárosné lányát. Csak akkor veheti el, ha elmegy a kocsmárosné fia helyett katonának. És én ugye ezt bevállalom. Hát ez egy hatalmas dilemma, vagy egy játék, hogy az ember feláldozza az életét annak reményébe, hogy akkor boldog lehet a szerelmével. És hát ugye ott van ez a kettősség, hogy viszont hazatér-e, vagy se hazatér, lehet, hogy boldog lesz, de mi van, ha nem? A huszár szerelmének anyját, a zsugori és számító kocsmárosnét Varsányi Mari színművésznő alakítja, akit a bemutató alkalmával fogadott örökös tagjává a Komáromi Jókai Színház. Olyan öröm ért még plusz az előadás végén, amire álmomban sem mertem volna gondolni. Ez az örökös színházi tagság, amit teljesen váratlanul és abszolút meglepetésként kaptam, ért engem, nem is akarom elinni még most se. Köszönöm szépen a színháznak, és köszönöm szépen a közönségnek is, mert nekik játszottam eddig is, és minden értük van. A zenés táncos előadás további szerepeiben Bencsik Stefániát, a Jászai Mari díjas Fabó Tibort, Szabó Viktort és Hosztomszki Fannit, valamint Méhes Gergelyt és Mácsik Bencét láthatják a nézők. A Figur Népzenei Tábor a Komáromi járás szélén fekvő búcsra invitálta a népzene, a népdal és a néptánc szerelmeseit, kezdőket és haladókat egyaránt. A helyi népzenészek naptárában már minden bizonnyal egy éve piros betűs ünnep a találkozás hete a Vintop Karkó borászat varázslatos milliójében. Itt minden sarokban gyakorolnak neves oktatók segédletével. Jó, és lefelé gyalogolunk. Jó? Az ásrész. Megérted, Domi? Tehát akkor... A szervezők, komáromi népzenészek olyanok, akiknek a zene a hivatásuk. És persze ezen átívelően az is, hogy tudásukat továbbadják, és már most gondoskodjanak az utánpótlásról. A Figur Népzenei Táborban ugye kihitte volna, de magyar népzenét lehet tanulni. Tehát elsősorban gyakorló zenészeknek van. Hegedűben mondjuk vannak kezdőhegedűsök is, de amúgy a brácsa, nagybőgő, cimbalom és fúvós hangszerek, tehát klarinét és tárogató mellett énekoktatás is folyik.
Több csoportban oktatnak méltán elismert szakemberek, úgy, mint például Korpás Éva, akit egy komárominak sem kell bemutatni. Óriási alázattal viszonyul a tanításhoz, azt mondja, az ilyen alkalmak és önmagában a népművészeti kincsek felfedezése, szeretete, a tudáson túl erkölcsi tartást is ad az azt művelőknek. Próbálok alázattal viszonyulni ehhez az egész mozgalomhoz, ehhez a kincsünkhöz, amit kaptunk örökségül, és hogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ugye ez a kultúránknak a gyökere, amit próbálunk átadni, tovább éltetni, úgy, ahogy azt annak idején felfedezte Kodály, Bartók és a többi gyűjtő, hogy ez egy kincs, aminek nem a láda fenekén kell heverni, mert ott sosem fog csillogni, hanem használni kell, és minél több ember használja, annál fényesebben ragyog. A fonogram díjjal is jutalmazott népdalénekes azt mondja, minden esély megvan arra, hogy Komárom ismét a népzenei élet, a táncházmozgalom központi városa legyen, magyar vonalon legalábbis mindenképpen. Úgy érzem én is, hogy valami elindulóban van az, ami sajnos a gödör mélyére került, mert tényleg így van, ez felfutó évben van, akár a táncegyütteseket illetőleg, akár pedig az, hogy például Hanus Zolinak köszönhetőek, vagy a Hárompatak zenekar, tehát hogy sokan próbálnak most már kibontakoztatni a táncház mozgalmat, felvirágoztatni és újra behozni a köztudatba az, hogy a táncház az egy csodás élmény, és mennél több táncház, mennél több ilyen népzenei koncert van, annál jobban az embereket is be tudjuk vonni Komárom közegében, és bízva abban, hogy egyre többen fognak bekapcsolódni ebbe a mozgalomba. Igazán azt a löketet, azokat az élményeket, ahol tényleg megszeretik ezt a zenét, az ilyen táborok alkalmával lehet megszerezni. Tehát mi, amikor 20 évesen, 10 évesen eljártunk az annak idején a Nagyfődémes és a Gombaszögi táborokba, ott szereztük meg azokat az alapvető élményeket, amik elindítottak ezen az úton bennünket, és most valami hasonló szeretnénk adni a mai gyerekeknek. A Figurpolgári Társulás Komáromban rendszeresen szervez népzenei tanfolyamokat, ahová folyamatosan fogadják az új növendékeket. Az Európa udvar borozójában pedig szintén rendszeresen van táncház, amely már az első látogatáskor rabul ejt. Minden szükséges tudnivaló a Figur rendezvényeivel kapcsolatban fellelhető a Polgári Társulás Facebook oldalán. Semmiképpen ne fosszák meg magukat Martin Kucsera a fotókiállításának élményétől. A kiállítás az eddigi életmű legjobb alkotásait tárja közszemlére. Az Icsi Palota Dunamenti Múzeumhoz tartozó kiállítóterme egy páratlan gyűjteményt rejt. A nemzetközi fotográfiai versenyek díjnyertes alkotójának, az Artist FIAP művészeti cím birtokosának, a Fotóművészek Nemzetközi Föderációja tagjának és a Helios Fotoklub tagjának alkotásait. A kiállítás nem monotematikus, noha az anyag jelentős részét tájfotók is teszik ki. A látogatónak lehetősége van fekete-fehér fotókat is megtekinteni, de láthatók itt éjszakai asztrofotók is, de vannak itt kísérleti alkotások is. Relatív nehéz feladat volt kiválasztani a kiállításra szánt fotókat, mert sok fotót kellett átválogatni, és épp ezért kértem meg a Helios Fotoklub elnökét, Holop Ferencet, hogy ebben segítsen. Tehát lényegében ő vált a kiállítás kurátorává, és közösen 44 fotót állítottunk ki, amelyek beleestek ezekbe a műfaji kategóriákba. Ktorí nám zapadli teraz do tejto témy. Ahogy azt a tárlatnyitón a Helios Fotoklub elnöke Holop Ferenc elmondta, a tárlatanyaga határtalan szépséget és nyugalmat áraszt. A nemzetközileg is elismert amatőr fotográfus Martin Kucsera első önálló kiállítása a tárlat. Ez teljesen más élményt nyújt a szerző szemszögéből és a tárlatlátogató szemszögéből is, mert ha a kiállítás anyaga valóban jól összeáll, akkor egységet alkot, gondolatiságot tükröz. És így módon a látogató is koncentráltabban tud figyelni magára az alkotóra, az ő sajátságos alkotói világára.
ha a kiállítás nem önálló, ezek a jelenségek elveszhetnek. A különleges hangulatot árasztó felvételeket az Icsi Palota Dunamenti Múzeumhoz tartozó részlegén augusztus 15-éig tekinthetik meg. Tisztelt nézőink! Önök a Komáromi Magazin adását látták. Köszönjük figyelmüket, találkozunk egy hét múlva is. A viszontlátásra! Én ellenben minden boldogan elmondok nektek. Hamarosan a mozikban. Klasszikus. Welcome to the Space Jam. Új kezdet. Ennél a mi hasznánál bedobom a retrót. Wow. Welcome to the Space Jam. We made it! I don't understand. We're still in the game. Oh, no, no. Idén nyáron is szeretettel várja önöket a Holtvágon található csónakkölcsönző, ahol mindenki megtalálhatja a számára megfelelő időtöltési lehetőséget. Csónakok, vízibiciklik, pedalboardok, kerékpárok, rollerek és tandembiciklik kölcsönzése mellett megújult büfével, trambulinnal, napozóágyakkal kedveskedünk a pihenni vágyóknak. Nyitvatartás kedvező időjárás esetén délelőtt 10 órától este 8 óráig. Várjuk önöket! Som mladý a zdravý, tak prečo by som sa mal očkovať? Hlavný dôvod je, aby som chránil seba a mohol teda normálnym spôsobom žiť život bežnej spoločnosti. A druhý dôvod je, že chcel by som chrániť tých, ktorí sú okolo mňa, mojich najbližších, mojich kolegov a celé okolie a tým poraziť pandémiu. Vakcína je víťazstvo. Pridajte sa k viac ako 1 miliónu zaočkovaných.